broken heart that no one else could see. I drew a smile on my face to paper over me. But wounds heal when tears dry and cracks they don't show. So don't be so hard on yourself, no. Let's go back to simplicity. I feel like I've been missing me. But it's not who I'm supposed to be. I felt this darkness over me. We all get there eventually. I never knew where I belong. But I was right and you were wrong. Been telling myself all along. Már várt az ember, és gondolom a játékosok is így voltak ebben, hogy kezdődjön már el végre az edzés, a szezonosok beiglélvést töltetják ezt után. Az ünnepekből is néha elég, persze természetesen nem volt olyan hosszú a szünet, mint az elmúlt években, de szerintem minden játékos, vezető és edző már várta az, hogy újra kint legyen a pályán, és ezt a rövidebb felkészülés gyorsan végigcsinálja, hogy kezdődjön már bajnoki szezon. Ez egy fontos dolog, hogy itt most ez egy pörgősebb, intenzívebb 4 hét lesz, hiszen utána jön a bajnoki rajt, és természetesen a kupát is nagyon komolyan veszük, úgyhogy egyből egy sorozat terheléssel fogunk kezdeni. Jelen pillanatban én úgy gondolom, hogy a legfontosabb nekünk az, hogy a sérülteink a rendelkezésre álljanak a Péternek, hiszen akkor már egy bővebb keretből tud választani. Az is biztos, hogy mi a Ferencváros révén mi napi kapcsolatban vagyunk, hogy ki az a játékos, aki még érkezhet, melyik posztokra. És ezután fogunk lépni, hogy télen milyen változások legyenek a keretbe. Én őszintén megmondom, a legnagyobb híve annak vagyok az állandóságnak. Tehát az, hogy megmaradjon a csapat gerince, egy-két emberrel frissítsük fel a keretet, tehát nagy változás biztos, hogy nem várható, és mindenkinek van gyakorlatilag egy olyan fél éve, amikor bizonyíthat a bajnokságban, a kupában, hogy a nyártól kire tudunk majd számítani a hosszabb távon. A mai napon ugyanaz a keret kezdi a felkészülést, aki ősszel befejezte, tehát jelen pillanatban nincs új játékosunk. Mondom, ez annak a folyamatnak a része lehet, ami jövő héttől elkezdődik a Ferencvárossal lévő párbeszéd, és akkor meglátjuk, hogy melyik posztra ki érkezhet. Akinek jót tesz előlépés a pályafutásába, a fejlődése szempontjából, az minket választ, mert bizonyítottuk az elmúlt években, hogy tőlünk igenis el lehet kerülni jó NB2-es csapatba, vagy akár NB1-be is. Most neveket már nem sorolnék fel, mert tényleg annyian vannak, nehogy kifelejtsek valakit. 2 nemzetközi mérkőzést terveztünk, és 2 erős hazai ellenfelet, tehát nem lesz annyi mérkőzés, amennyi szokott lenni egy felkészülési időszakban, de ezek is intenzívek, tehát úgy gondolom, hogy Dunaszerda helyre kimenni és ott játszani a Dacsal az egy minden játékosnak egy élmény lesz, nem csak nekünk, vezetőknek, edzőknek. És Mezőkövesre utazunk, még egy NB1-es ellenfél, és 2 NB2-es, egy szlovák másodosztályi csapattal fogunk játszani hazai pályán, és a Duna Aszfalt Tisza Kécskével, akivel ugye már 2-szer találkoztunk a bajnokságban, és idén már többet nem fogunk, velük játsszuk az első felkészülési mérkőzést. Folyamatosan fejlődik a létesítményünk, és ez engedhetetlen, egyrészt az MLS előírásainak szeretnénk megfelelni, a másik további fejlődéseket szeretnénk, úgyhogy a TAO pályázatunk elbírása pozitív lett, úgyhogy az edzőpályánkat fogjuk tavasszal fejleszteni, tehát folyamatosan lépkedünk ebben is előre. Én személy szerint a folyamatos fejlődésnek a híve vagyok, és ez a klubot is érinti, nem csak eredményességben az első csapatot. Én nagyon bízom benne, és gyakorlatilag most, hogy így alakult a magyar kupában, az első 8 közé szeretnénk kerülni, és nem titkolt célunk, hogy a bajnokságban is egy piciket előre lépjünk. Úgyhogy mindenképpen ezeket a feltételeket elő kell teremteni a csapatnak. Igaz, hogy nem megyünk most edzőtáborba a téli felkészülés során, mert rövid az idő, és ki tudja, hogy esetleg február elején el tudjuk kezdeni, lehet, hogy változik megint a program, úgyhogy ezért nem vállaltuk be most a téli felkészülési időszakban az edzőtábort. Én úgy gondolom, hogy ha előrelépünk, benne vagyunk a legjobb 8-ba, és olyan játékosokat tudunk termelni a Ferencvárosnak, vagy akár az NB1-be, amire volt példa, akkor megint előreléptünk.